Sziasztok, Double T vagyok, és itt állunk az én kis otthonomban Budapesten, a régi szobámban, a könyves polcom előtt. Mint láthatjátok, én nem csak sneaker, lassan gyűjtő és rajongó vagyok, hanem a könyvekért is teljesen oda vagyok kiskorom óta. Szerintem ez a könyves polc itt, ez itt magáért beszél, nekem a gyerekkoromnak, a történetemnek minden állomása itt látható. Mit olvastam, mikor, én egyszerűen imádom ezt a polcot. Egyszerűen ez egy történetet mesél el, egy sztorit. Pont mint ahogy a sneakerek is. Itt is van például az egyik első könyvem, Mándi Ivántól a Robin Hood. 6 éves voltam, amikor ezt elolvastam. Ez volt az első könyv, amit elolvastam. Egyszerűen imádtam. Nem volt könnyű, de végig küzdöttem rajta magamat. Vagy pedig a kis Nikolász. Itt már idősebb voltam, de ezt a könyvet azért imádtam, mert olyan real történetek voltak benne, és olyan igazi volt a könyv, hogy egyszerűen egy jó érzéssel töltött el. Ez a realség iránti vonzódás is szerintem átjött már a fashion és a sneakerek világában is hozzám, mint például ezért is a Gosharup Chinsky az egyik kedvenc márkám, az orosz brand, ami tényleg az igaziságáról, a realségéről híres. Úgyhogy minden lehetséges? Ebben a könyvben egy fekete ló átgörkorizott az Egyenlítőn május 35-én. Minden lehetséges, srácok, látjátok? Most pedig idén a Balenciaga Crocs-szal csinál kollaborációt. Minden lehetséges. Na, de ebben a videóban most nem is az én régi kis könyves polcom a lényeges, hanem az, hogy írtam egy könyvet rólunk, a Z-generációról, a sneakerheadekről, a sneakerekről, és ma elmegyek a Libribe, mert be fog kerülni igazi könyvesboltba, könyves polcokra az én kis könyvem. Persze elmesélek mellé jó pár sneaker sztorit, sneaker történeteket, és még talán egy kis book shoppingra is elmegyünk együtt. Gyertek! Először most bemegyek a raktárba, megnézem, hogy megérkezettem erre a könyvem, de ez nem csak ennyi lesz, hiszem, aki ismeri a Complex Sneaker Shopping sorozatát, ahol világszárokat visznek el cipőket vásárolni, ez most talán ismerős lesz, mert mi sneakerek helyett book shoppingra megyünk. So, let's browse the shelves, see what I'm feeling, see what I'm not, and hopefully I'm gonna buy some books. Mac-ek, sneakerek, Z-generáció. Nem akarom, hogy ez a sok gondolat, amit tényleg kijött belőlem, a Google bugyraiban egyszer elveszem, és csak egyedül a sok közül. Biztosan sokan nézik a videót, akik talán nem is értik, hogy mik azok a sneakerheadek, hogy mi kik vagyunk, és azokat ebbe a titokba bevezetem ebben a könyvben. A könyv borítója megtalálható a kedvenc lépőim, mint például egy 350-es Zebra Easy, egy Converse Tyler the Creator kollaborációból, egy Alexander Wang, amit az előbb már bemutattam, egy Raf Simons Stan Smith, ami szintén az egyik legmenőbb, egy Atlantic Stars és egy Premiata, a két márka, ami sokkal kevésbé mainstream, mint ezek, nagyon kevesen ismerik, egy Converse Comme des Garçons és egy 3-as Jordan. Ez a könyv szól a sneakerheadeknek, bár nektek már nem lehet sok újat mondani, hiszen ti már mindent tudtok, mégis remélem, hogy ebben a könyvben még találtok olyat, amit érdekesnek tartotok, és ami megérintiteket. Ez szól a srácoknak, akik csak szívesen szeretik a sneakereket, és talán pont ez a könyv fog nektek segíteni abban, hogy igazi sneakerheadekké váljatok, és még többet megtanuljatok ebben a témában. Szól a szülőknek, akik már láttak Xboxot, Playstation, mindenféle digitális cuccot a gyerekeik körül, és bejött ez az új dolog, az úgynevezett sneakerek. Beszéltem én is Londonban a sneakerkonon olyan szülőkkel, akik a gyerekeket támogatják abban, hogy a cipőikkel üzleteljenek, vagy akár csak simán szakértsék őket és szeressék őket. Ez szól nektek, hogyha még jobban meg akarjátok érteni és meg akarjátok tanulni a gyereketek szenvedélyét. És hogy ez a könyv akár a marketingeseknek miért szól? Azért, mert ezek itt egyszerűen insider információk a generációmban. Tudom, igen, tudom, hogy önnek felnőttnek cégének van azzal problémája, hogy minket fiatalokat elérjen. Egyre több összedolgozás jön létre sneaker márkák és akár cipőbolt, akár dizájnerek között, mint például a borítón is láthatjátok ezt, az Alexander Wang-gel együtt létrehozott sneakert, amit elhoztam ide a Libribe, élőben láthatjátok. Ez az én egyik kedvenc lépőm. Ez egy komoly designer műve, és hogyha meg akarjátok tudni, és meg akarjátok érteni, hogy ez hogy jöhetett létre, hogy basszus, férfi,
aki a Paris Fashion Weekend adja elő a legújabb kollekcióját, nekünk fiatal srácoknak hoz létre lépőket. Miért pont egy igazából kaliningrádi orosz márkához vonzódunk? Mi a titka? Nike és az Adidas, amiket még bár a szüleink hordtak, mégis velünk úgy tudnak kommunikálni, hogy ez tényleg másnak nem sikerül. Mercedes-Benz hogyan tudott összeélni A$AP Rocky-val? Vannak olyan országok, ahol politikusok és elnökök a velünk fiatalokkal kommunikálnak, akár élőben a YouTube-on. Vagy nektek, mert feltűnt, hogy a Nike Cortez és az Onitsuka Tigernek az egyik lépője nagyon hasonlít egymásra. Na, ennek a története benne van ebben a könyvben. Azt tapasztaltam, hogy nagyon sok könyv akkor jön létre, hogyha a szerzője előtte már letett valamit az asztalra. Remélem, hogy önök ezt a könyvet úgy elfogadják, hogy én csak saját örömömből leírtam a gondolataimat rólunk az én generációmban. Vérbeli sneakerhead, hadd utaljak még egyszer Joey LaPumera a Complex-től. So we've talked about the sneaker culture, about my book, we've unboxed it, here comes the easy part, we're gonna browse the shelves, and hopefully I'm gonna buy some new boots. Let's go! Mert a sors úgy hozta, hogy pont Dan Brown könyve került az enyém mellé, akkor úgy érzem, hogy ezt nekem.